magyar felsőoktatás válságközeli helyzetben van. Téves az az állítás, hogy nem lesznek működési zavarok a magyar felsőoktatásban, mert már most vannak. A hétvégén napvilágot láttott hírek szerint Fidesz-KDNP-s politikusok keveredtek offshore közeli cégek ügyeibe, és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton 20 milliárd forintból 12,5 milliárd forintot Fidesz közeli cégek nyertek el, illetve olyan cégek, amelyekben fideszes politikusok is szerepelnek, Fidesz-KDNP pártszövetség politikusai. Az öt céget egy nap alatt egy székhelyre jegyezték be, és mindegyikben van valamilyen kötődés a kormányzó párthoz, a kormányzó pártszövetséghez. Orbán Viktor rossz üzletet köt. Vásárol egy csomó vasat, tározót, meg egy veszteséges gázkereskedőt, szükségtelenül és álláspontunk szerint drágán. Lehet, hogy ezért Orbán Viktor nevét aranybetűkkel írják majd bele az EON beszámolóiba, de álláspontunk szerint a magyar emberek hosszú évekig nyögik majd ennek az üzletnek az árát, és ennek következményei. Mit várunk attól az államtitkár asszonytól, aki a ciklus elején egyébként lebohócozta a pedagógusokat, és ma már arra kéri őket, hogy vegyék meg a saját krétájukat? Kudarcnak minősítjük azt, amit Orbán Viktornak sikerült elérnie, vagy nem sikerült elérnie Brüsszelben, hiszen amit jelenleg lehet tudni, az az, hogy kevesebb lesz a rendelkezésre álló forrás Magyarország számára, mint az azt megelőző 7 évben. Ráadásul ezek a források jelentős összegeket tesznek ki. A most bejelentett vízdíj és szemétszállítási díj csökkentéssel meg alapvetően az a probléma, hogy ezeket a szolgáltatásokat az emberek döntő többségében, a települések többségében önkormányzati tulajdonú cégek végzik. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati most készülő költségvetésekben jelenik meg ez a hiány, vagyis a helyi lakosok fizetik ennek a díját.